Második világháborús amerikai katonák leszármazottai érkeztek a hétvégén Franciaországba, hogy nemrég beazonosított felmenőik sírját megkoszorúzzák. 30 családtag látogatott az észak-kelet franciaországi Lorraine régióba, Lunéville-be, hogy lerólják kegyeletüket az elfelejtett hősök soha nem látott felmenőik előtt. A két fiatal amerikai katona távol hazájától, a nácik elleni harcban vesztette életét 1944-ben Parrois erdejében. Katonai tiszteletadással emlékeztek rájuk. Ezeken a korabeli fotókon két helyi lakos, Philippe Sugg és Gérard Louis látható. A két francia 10 éves kora óta, évtizedeken keresztül járta az erdőt, 25 ezer háborús tárgyat találtak, és nem utolsó sorban 43 holttestet. Ezért a tevékenységükért a hétvégén állami kitüntetést kaptak az Egyesült Államok konzuljától. Felejthetetlen harc volt. A Lorraine-i csata 6 hónapig tartott, a normandiai csupán 2 hónapig. És a harci körülmények is sokkal nehezebbek voltak. Normandiában sütött a nap, itt meg sár, hideg és eső. És 1944. augusztus 28-ától 45. március 16-áig tartott. Megtaláltuk őket, Clayton Hallams holttestét konkrétan én találtam meg. Beazonosították, így vissza lehetett adni a hozzátartozóinak. Megható, hogy a sírköveken most már örökké ott állnak a neveik. A harcok színhelyén felavatott síremlék az itt elesett hősök mementója marad. Clayton Hallams Mississippi állam északi részén egy kis farmon élt szüleivel, amikor a behívó parancsot megkapta. 1943 tavaszán Indiánában kapott katonai kiképzést, itt találkozott későbbi menyasszonyával, Mártával is. 27 éves volt, amikor karácsonykor eljegyezte a lányt, januárban pedig már úton volt hadosztályával a frontra, a D-nap előkészületeire. Nem tért vissza. 1944. október 6-án esett el. És napra pontosan 66 évvel később, 2010-ben temették el otthonában. A katona maradványait 2003-ban találták meg, és csak 2006-ban tudták a DNS-e alapján hozzátartozóival beazonosítani. Harriet, ön Clayton unokahuga, hogyan reagált a család a hírre? Egy hölgy telefonált, hogy katonát találtak Franciaországban, és mellette egy fém azonosított, amelyen a Clayton Hallams név állt, a hátoldalára pedig a Martha szót vésték. Ez így egyértelmű volt számunkra, mert valóban Martának hívták a jegyesét, és erről csak a család tudott. Idén ünneplik a 75. évfordulóját annak, hogy a francia városok nagy részét felszabadították a német megszállás alól. Sok véres csata dúlt 1944-ben francia földön, és csak 1945. május 8-án hallgattak el végleg a fegyverek. A második világháború megnyerése részben a Parrois erdőben elesett 400 amerikai katonának is köszönhető.